Éppen az egész kosárlabda történetem 10 éves koromban kezdődött, amikor lehívtak egy edzésre, és megtetszett a kosárlabda, mint játék. Előtte is labdajátékkal foglalkoztam, fociztam 2 évig, de megmondom őszintén, nem éreztem túl nagy tehetséget hozzá. És egészen 10 éves koromtól az általános iskola befejezéséig Dombováron játszottam, ahonnan való vagyok, én ott születtem. És utána én Pécsre mentem tovább tanulni, ahol nem kosárlabdáztam, csak ilyen középiskolai szinten. Elmentem a PVSK-hoz edzésre, de az ottani edző azt mondta, hogy szerintem erőltesen nincs hozzá nagyon nagy tehetségem. És egyébként magasságodat tekintve már akkor is voltak ilyen ehhez hasonló adottságaid? Mert ugye, mint ezt sokan tudják, 213 cm, tehát hogyha jól tudom így az önéletrajzokból, amit megnéztem. Igen, tulajdonképpen mindig magasabb voltam az átlagnál. Érdekes módon fiatalkoromban nagyon vékony voltam, és úgy voltam magasabb az átlagnál. Ez a 213, ezt mindig hasraütésszerűen mondom, vagy 13-at, vagy 14-et mondok, éppen milyen hangulatom van, de körülbelül ennyi, ilyen magas vagyok, igen. És aztán, mikor mindez, amit az imént elmeséltél, megtörtént az életedben, ugye, hogy nem vagy túl tehetséges hozzá, akkor utána mi következett, hogyan folytatódott mindez? Utána a történet úgy folytatódott, hogy megkeresett az első nevelőedző, Mőszáros András, aki Pakson volt a edző, az akkori paksi vezetőkkel körülöttve megkerestek. Itt Pakson az Energetikai Szakképzési Intézetben folyt egy ilyen kosárlabda nevelő munka, próbáltak összeszedni minél több fiatal játékost, és a középiskola második éve után átjelentkeztem ide. És hol jártál egyébként már a középiskolába? Én Pécsre jártam a Széchenyibe, a középiskolába. A második évet befejeztem ott, és úgy csináltam egy különbözetű vizsgát, de mi hogy egészen más tantárgyakat tanultam, így újból kezdtem a másodikat itt Pakson, és ott is végeztem az iskolában, így kerültem Paksra, és azóta 90. szeptember óta Pakson vagyok. És egyébként tanulmányaidat a sportolás mellett hogyan tudtad végezni, mennyiben volt ezt nehéz összeegyeztetni? Nekem mondhatjuk úgy, hogy a vége fele én már nagyon, nagyon messze voltam az iskolától, ugye én elvégeztem a szakközépiskolát, leérettségiztem, és utána egyből bevonultam katonának, azóta pedig mondhatjuk, hogy profi sportoló vagyok. És a katona éveket hogy viselted? Ugye azért a sportban is szükség van valamilyen szintű fegyelemre, de azért a katonaság az más. Fogalmazzunk úgy, hogy nagyon nagy szerencsém volt, a Sárbogádi laktanya és az atomerőmű sport egyeset nagyon jól összecsiszolódott egymáshoz, nagyon nagy segítséget kaptam tőlük, szinte minden nap itthon lehettem edzésen. Mondjam azt, hogy kivételezett helyzetben voltam. És a fegyelem, szerintem nagyobb fegyelem kellett nekem itt a pályán sokszor, mint amit ők elvártak ott tőlem. Hogyan tanultad végül is meg ezt a játékot? Tehát, hogy mennyire volt ez nehéz akkor a kezdetekkor itt, amikor elkezdődött egy ilyen sportélet, egy ilyen kosárlabdázó élet itt kialakulni Pakson, tehát amit említettél? Nem volt egyszerű dolog. Tudni kell, hogy én olyan típusú játékos voltam, akkor már nem vékony testalkotó ember voltam, hogy 2 méter 7 centivel nem tudtam zsákolni. Egészen más mozgásot szoktam, ugye nem nagyon mozogtam kosárlabdatéren, és amiután átjöttem ide, pár hónap alatt már eljutottam arra, hogy behívtak a korosztályos válogatottba. Nagyon nagy szerencsénkre abban az időszakban a másodosztályban játszott a korosztályos válogatott, a kadett válogatott, készültünk egy EB-re, és így nagyon nagy meccs tapasztalatot tudtunk összeszedni viszonylag fiatalon. Ugye 98-ban, hogyha jól tudom, az év játékosa, az év sportolója lettél, ezen kívül most már a legjobb center játékos címmel is büszkélkedhetsz, vagy jelzővel is büszkélkedhetsz. Mindezekhez, amíg ideig eljutottál, mi kellett? Tehát, hogy miken mentél keresztül, ugye rengeteg országban játszottál. Kezdjük a legelején. Innen Paksról hova kerültél azután? Innen Paksról. Én nem mennék el Paksról először. Én azt mondanám, hogy én nagyon sokat köszönhetek Paksnak, mind a klubnak, mind a városnak. Ugye befogadtak, elmondhatom magamról, hogy nem itt születtem, de a legtöbb paksiként beszél rólam. Sokat elértem kosárlabdában. Ugye játszottunk nemzetközi kupát, ahol felfigyeltek ám külföldi csapatok. Itthon lettem ugye az év játékosa, nagyon sok díjat kaptam abban az időszakban, amikor itthon játszottam. És ugye ebből az évekből került ki az, hogy eljutottam a válogatottba, ami végül is megadta azt a lökést, hogy el tudtam menni Franciaországba. 99-ben, 30 év után kijutottunk újra az EB-re a válogatottal, és ott kint látott több menedzser, és akkor tudtam Franciaországba igazolni. Az akkori bajnok csapathoz, a Poortershez igazoltam, ami azért is volt nagy szám abban az időszakban, mert akkor még nem volt az úgynevezett Bosman szabály. Akkor én, amikor oda kerültem, én amerikai játékos státuszába kerültem, ami azért elég meglepő volt abban az időszakban.
És Franciaország milyen volt, mennyire volt kellemetlen úgy megszokni ezeket a külföldi körülményeket, ilyesmit, tehát hogy más azért az egész, mint itt Magyarországon, ugye a nyelvet beszélni például, hogyan tudták kommunikálni? Igazán azt mondhatom, hogy amikor én kiérkeztem, olyan volt, mintha a fekete oldalra átmész a fehérről, vagy a fehérről a feketére, most nem a hasonlat lényeg, hanem az, hogy teljesen más volt. Teljesen mások voltak a feltételek. Hóban talán Európa legszebb csarnokában játszottunk, maximálisan minden feltétel adott volt a játékhoz. Nekem ugye nyelvi problémáim voltak, én többször elkezdtem angol tanulni, de nem sikerült eljutnom olyan szinten, hogy használni is tudjam. Kint megkövetelték a francia nyelvtanulását. Én ebben is kicsit lógtam, ugye próbáltam meg azt az angolt megtanulni, de nyelvi nehézségeken túl azt hiszem hamar be tudtam illeszkedni. Ugye volt egy olyan szerencsétlen dolog, hogy pont az amerikai státuszból kiindulva, amikor több vereséget szenvedett a csapat, lecseréltek az összes idegenlégost, és így februárban eljöttem a klubtól. De nem szakadtam el Franciaországtól, mert a következő 4 évet is ott töltöttem. Mit csináltál akkor ott? A 4 évben úgy történt, hogy már karácsony előtt megkeresett egy másik francia csapat, hogy jövőre szeretnének leigazolni, ami azért is volt érdekes, mert ugye ilyet nem nagyon szoktak csinálni. És leigazoltam Chalon-sur-Saône-ba, ott 2 évet írtam alá, 2 éves szerződést. Ott együtt dolgoztam egy edzővel, aki vitt magával a 2 év után a másik nagy francia csapathoz, az Adecco-Asvelhez, ahol újból együtt töltöttünk 2 évet. Sajnálatosan őt a második év közepetáján kirúgták, és utána én is eljöttem Franciaországba. Egyébként ott Franciaországban miben más az a sport, vagy miben más az, ahogy, tehát most nem a szabályokat tekintve, hanem úgy általában úgy a körülményeket is akár. A körülményekben mindenképp más, hogy nagyon nagy csarnokokban játszanak. Szinte egészen kis településeken is több ezer fős csarnokok vannak. Amiben nagyon más, hogy rengeteg külföldi játszik, főleg mostanában nagyon sok. Meg egy kicsit mondhatom azt, hogy profiban állnak hozzá a sportkérdéshez. Ott a sportolókat megpróbálják úgy támogatni, hogy csak a sportra kelljen koncentrálniuk, ne kelljen foglalkozni semmi mással, de nem biztos, hogy ez mindig célra vezető. Franciaország után merre vitt az utad? Franciaország után jött nekem én úgy hívom magamból, hogy a nagy keringőm. Ugye Franciaországban az utolsó évben én megsérültem egy elég szerencsétlen sérülés miatt, 73 napot ki kellett hagynom, és így nem nagyon bíztak bennem az európai csapatok, hogy én sérülésem után mennyire tértem vissza fizikálisan, és így eligazoltam Moszkvába. Pontosan én úgy gondoltam, hogy Moszkvába, de mint kiderült, ez a csapat ez nem Moszkva, hanem Moszkva mellett 43 kilométerre voltunk. Ez a Dinamo Moszkva region nevezetű csapat volt, ami azt kell, hogy mondjam, nem az egyik legjobb döntése volt életemnek. Itt összesen 4 hónapot töltöttem. Már az ott létem alatt megkeresett a görög bajnokság egyik éllovasa, most éllovasa, meg előtte is, abban az évben elég rosszul szerepelt a csapat az olimpiákhoz. És én novemberben már megpróbáltam átigazolni oda, akkor még nem engedett el a klubom, viszont decemberben felbontottuk a szerzést. Pontosan kirúgtak, így is lehet fogalmazni, de hát ennek én csak örültem, mert 3 nap múlva leigazoltam olimpiákhoz. Egyébként Oroszországban mi volt a probléma, vagy mi volt az, ami nem, annyira nem jött be? Tulajdonképpen ami nagyon nagy különbség volt Franciaország után főleg, az a fejetlenség. Nem volt jól szervezett a csapat. Igazán úgy nem lehet játszani szerintem legalábbis, hogy 43 kilométerre van a csarnok, de csak 2-en laktunk abban a helyiségben, ahol volt a csarnok. Mindenki más Moszkvából járt ki edzésre, naponta egy edzésünk volt. Így nem hiszem, hogy profi módon lehet készülni. Egyetlen egy dolog volt nekik, pénzük. Azon kívül semmilyen szakmai tudásuk nem volt. Elég gyenge kezű edző volt. Én úgy gondolom, hogy ahhoz, hogy egy csapat jól tudjon teljesíteni, minden láncszemnek erősnek kell lenni, és náluk szerintem a szakmai és a menedzsment elég gyenge volt. Franciaország, tehát aztán Oroszország és Görögország, és mindezek után? Mindezek után ugye Görögországban töltöttem a következő fél évet, decembertől egészen júniusig, és ott volt talán az, hogy leggyorsabban aláírtam a következő szerződésemet a következő görög csapatommal, a Panellinios-szal, aki egy kisebb görög csapat, de elég biztos anyagi háttér van, elég jó a szakmai munka, akkor egy bizonyos lépcsőfokon tartottak, szerettek volna előrébb lépni a bajnokságban, és ehhez igazoltak kötinosabb játékosokat, mellettem leigazoltak egy horvát játékost, aki azonos idős velem,
viszont nagyon híres Mulemarovics nevű játékos, aki nagyon híres Európában. Ott egy olyan probléma akadt, hogy én ugye válogatottba szerepeltem azon a nyáron, elég hosszú ideig voltam a válogatottnál, későn értem ki, és kevés idő maradt a felkészülésre a bajnokság kezdete előtt. Ugye új csapat, új játékosok, és pár vereséggel kezdtünk, kirúgták az edzőnket. Az új edző, ő nem számított arra, hogy én játszak nálam. Ő neki nem ilyen stílusú játékos kellett, ő egy alacsonyabb, gyorsabb mozgású, rugonyosabb játékost akart. Így tulajdonképpen mondhatom azt, hogy amiután ő odajött, a következő három hétben én nem is nagyon edzettem a csapattal, vele meg aztán két szót nem beszéltem. Ugye el kellett jönnöm. És visszajöttél? Nem jöttem vissza. Én szezon közben nem akartam hazajönni semmiképpen. Abban a pillanatban, hogy eljöttem onnan, talán két nappal később már csörgött a menedzserem telefonja, és a török Ülker Isztambul csapata keresett meg, akikről tudni kell, hogy úgy Euróligában szerepelnek, mint több nagy csapat. A török bajnokság egyik esélyese volt abban az időszakban, és megtisztelő volt a felkérés, hogy egy ilyen nagy nevű csapat keresett meg. Ott milyen volt náluk? Nagyon jó volt. Azt kell, hogy mondjam, talán a pályafutásom egyik legjobb időszaka volt. Egy nagyon erős csapatban játszhattam, ahol nagyon jó csapatszellem volt. Az mellett, hogy nagyon nagy nevek voltak a csapatban, európai szinten is sztárokkal játszottam együtt. Megvolt az a csapatszellem, ami ahhoz szükséges volt, hogy esélytelenként is 4-0-ra tudjunk nyerni a döntőben, és elérem az első bajnoki címemet, ami a török volt. Törökország meddig tartott egyébként? Meddig voltál ott? Törökország 6 hónapig tartott. Én nem tudom, nekem talán ilyen szerencsétlenségek sorozata volt itt az egész utolsó 3 éve. Megnyertük a bajnokságot, meg volt beszélve, hogy visszamegyek valószínűleg játszani, és akkor ez tudni kell, hogy az Ülker ez egy egyéni szponzor volt, ez egy egyedülálló szponzor, ez egy hatalmas édességipari cégként, aki úgy döntött, hogy átteszi a pénzét a Fenerbahçéhoz, mert ott megvolt a közönség is. Ugye az Ülkernek megvolt a tudás és a szakmai tudás, a Fenerbahçének hatalmas háttere van nézőkben, és áttette az egész pénzét oda. Itt tulajdonképpen mondhatom azt, hogy a bajnokság után 3 nappal megszűnt a klub. És oda már nem tudtam menni, mert ott megvoltak az igazolt játékosok, oda csak a török játékosokat vitték át magukkal. Így jött a következő lépcsőfok. Ugye keletről újból átutaztam nyugatra, egy félresikült válogatott szereplés után a Unicaja Málaga csapata keresett meg Spanyolországban, az akkori bajnok csapat, akik tulajdonképpen 45 napos szerződést kötöttek velem. Ez egy ilyen áthidaló szerződés volt nekik, nem tudták, hogy visszajön-e a Santiago nevezetű játékos, aki az NBA-ben próbált játszani, előtte játszott éveket, újból próbálkozott, nem sikerült neki, és innen 45 nap letelte után szerettek volna megtartani, legalábbis ezt mondták, de létszám feletti lettem. Ugye van, hogy hány légiós lehet, és így létszám feletti lettem, el kellett jönnöm. Utána visszamozdultam keletre, és igazoltam egy újabb, szerintem rossz döntéssel Mariupolba, Ukrajnába. És aztán miért volt az egyébként rossz döntés, mielőtt túllépnék mindezen, hogy rossz döntés volt? Rossz döntés azért volt, mert nem tudtam semmit a klubról. Egyetlen egy dolgot tudtam, hogy a FIBA kupában játszanak, pont itt Pakson játszottak. A Paks ellen láttam őket, elég jó szerkezetű csapatnak tűnt, elég profiknak tűntek, külön géppel közlekedtek, szóval úgy tűnt, hogy megvan a háttere a klubnak. Ami rossz döntés volt, az azért volt, mert nem ismertek. Fogalmuk se volt, hogy én ki voltam. Az elnök helyettesnek, aki leigazolt, az első kérdése az volt, hogy hány százalékkal dobom a büntetőt. És azért, aki a kosárlabdában járt, és azt tudja, hogy ez egy nagyon fontos dolog, hogy egy center jól dobja a büntetőt, de azt hiszem, a kosárlabda ezen más dologból áll össze. Utána kiérkeztem, és akkor jöttem arra rá, hogy az edző nem tudja, ki vagyok, és teljesen más poszton kezdett el használni, mint amit én tudok játszani. Ő azt várta tőlem, hogy álljak kint a három pontos vonalon, és onnan dobjak, hogyha a többiek nem tudják megoldani bent. Ami az edzőim tudják, meg a játékostársaim, én nagyon szeretek három pontos vonalon állni, de ezzel a magasság és ezzel a súlyjal igazán nekem a palánk alatt kell dolgoznom. Azt hiszem, ezt talán azok is tudják, vagy azok is látják, akik laikusként tekintenek erre a sportra, vagy úgy általában a sportokra. Aztán Ukrajna után hova vitt az utad, merre? Ukrajna után hazahozott az utam. Ez a tavalyi év volt. Azt azért elmondom, hogy Ukrajnában sikerült megnyernünk a Lukán bajnokságot. Nagy sikernek könyvelem, hogy a FIBA kupában bejutottunk a döntőbe, ahol lényegesen nevesebb és erősebb csapatok ellen voltunk a négyes döntőbe, és mégis mi jutottunk a döntőbe. Úgyhogy innentől jött az, hogy
Én már szezon közben eldöntöttem, hogy ezt nem fogom itt tovább folytatni. Nagyon kevés játék lehetőséget kaptam, és úgy éreztem, a családdal közösen úgy döntöttünk, hogy szerintem haza kell jönni. 8 évig voltam távol a családtól, már nehezen viseltük az elmúlt évet, legalábbis én nagyon nehezen viseltem ki, gondolom ők is itthon, csak ők nem nagyon mutatták ezt nekem, hogy nekem viszonylag könnyebb legyen ki. Azért említetted az imént, hogy a családot, a család életet, nem tudom, hogy mennyire mehetünk bele a magánéletbe, a család életet azért megviseli ez a hosszú-hosszú távollét. Egyébként amúgy ezt a 8 évet, mik voltak a magánéletedben a nehézségek ez alatt a 8 év alatt? Hát mondhatom úgy, hogy a 8 év alatt felnőttek a gyerekeim. 2 gyermekem van, a 12 éves Ramona és a 9 éves Milán, akik az elsőben ugye velem voltak 7 hónapig, de utána úgy döntöttünk feleségemmel, hogy jobb nekik itthon. Itthon maradtak, úgyhogy mondhatom azt, hogy a kis csecsemőből vagy kisgyerekből kamaszlány és iskolás fiú lett. Úgyhogy ez nagyon, nagyon fájdalmas az én számomra, hogy kihagytam ezeket az éveket. De mindig ugye ez a mondás, hogy valamit valamiért. A család ezért egyébként egyben maradt? Igen, igen, én úgy gondolom, hogy egyben maradtunk, nagyon jól el vagyunk, köszönöm szépen a kérdést. Nem volt egyszerű, voltak problémák, ugye ez a távolság, ez minden családot megvisel, de túl tudtunk lépni minden problémán, és együtt vagyunk. A gyerekek egyébként hogy viszonyulnak hozzád, mint ugye hát azért jókora hírnévvel rendelkező édesapjukhoz? Én szerintem egy bizonyos ideig nem is fogták fel, hogy miről van szó. Az utóbbi időben már kapizsgálják a dolgot. Én próbálom őket úgy nevelni, hogy ezzel nem foglalkozzanak. Próbálják kiszűrni azokat az embereket, akik azért barátkoznak velük, vagy velünk, a családdal, mert hogy valamelyik a nevünk van. Én mindig azt mondtam, hogy attól, hogy én egy sportoló vagyok, aki többen ismernek, én ugyanaz az ember maradhatok, aki voltam 15 évvel ezelőtt, vagy 20 évvel ezelőtt. Ők amúgy adottságaikat tekintve hasonló pályára készülnek, vagy merre felé tendál ez a dolog? Hát a lányom sajnos nem nagyon szereti a sportokat, ő inkább más beállítottságú, bár nagyon szeret táncolni és mozogni, de ezek a versenysportok még nem nagyon foglalkoztatják. Fiam, ő kosárlabdázott évekig, most éppen áttért focistának, most éppen kapus. Én úgy gondolom, hogy teljesen mindegy, milyen sportot űz egy ennyi idős gyerek. Az a lényeg, hogy mozogjanak mind a ketten valamit, és az, hogy milyen sportoló lesz belük, vagy ha lesz egyáltalán, az egy másodlagos dolog az én számomra. Térjünk most egy picit vissza, ahogyan te nevezted a nagykeringőre, ez egy igen jó kifejezés tényleg, ahogy egy az imént hallhattuk, hogy melyik volt ez az időszak ebből a 8 évből, ami neked mondjuk a legjobb volt? Attól függetlenül, hogy ugye távol voltál ezért az otthonattól, ez biztos valamilyen szinten így honvágy érzett meg ilyesmik azért biztos, hogy voltak. Szerencsém van, mert honvágyam talán az elején volt egy nagyon kevés, de viszonylag hamar beilleszkedtem minden csapatba. Ahogy említettem már, Isztambulban nagyon jól éreztem magam. A másik időszak, amit nagyon szívesen emlékszem, az Franciaország. Főleg a Lyonban töltött első év, ott is nagyon jó csapat volt. Nagyon szerettem edzésre járni, nagyon szerettem a csapattársaimmal lenni. Úgyhogy mondhatom azt, hogy több időszak volt, amikor jól éreztem magam. De általában mindig a nyarokat szerettem legjobban, mert akkor itthon lehettem a családdal. Ennyi tapasztalat és ennyi látott dolog után itt Magyarországon szerinted mi a helyzet? Ugye nem kifejezetten magyar játék a kosárlabda, tehát ezt azért mindenki gondolom tudja, hogy honnan is származik ez a játék. Mit látsz, mennyire játsszuk jól ezt a játékot, mennyire játsszák jól az itteni játékosok ezt a játékot? Én úgy gondolom, ebben a sportágban is fejlődünk. Amit én nagy hátránynak gondolom, az az, hogy nagyon sok külföldi játszik. Míg külföldön ugyanúgy megvan ez a nagyon sok számú külföldi, de mellettük megvan az utánpótlás. Van türelme a kluboknak, a szponzoroknak kivárni azt, hogy egy 12-13 éves gyerekből kineveljenek egy játékost, aki teszem fel 20-21 éves korában a csapatba tud kerülni. Itthon inkább én úgy látom, hogy mindenki azt várja, hogy egyből eredmény legyen. De ez talán nem csak a kosárlabdában, ez minden sportágban így van. Inkább megveszik a külföldieket, néha idősebb külföldieket. Csak azért, mert pillanatnyilag abban a 2 hónapban, fél évben, egy évben jobban teljesít, mint egy magyar játékos. Csak sajnos nem gondolunk arra, hogy
mi lesz 10 év múlva? 10 év múlva kellene egy nagyon jó magyar válogatott, kellenek nagyon jó klubcsapatok, csak ez így nem fog menni szerintem. Most itt az atomerőmű esek keretein belül végzed a tevékenységedet. Itt mit látsz ezen a csapaton belül? Ugye rengeteg most az új játékos, új az edző is. Mi a véleményed róluk? Én nagyon jó véleménye vagyok róluk. Én megmondom őszintén, hogy nagyon örülök, hogy ebben a csapatban játszhatom. Ez egy új edző által felépített új csapat. Nagyon jó a csapatszellem. Szerintem nagyon jól összeálltunk ebben a kérdésben. Lehet, hogy játékbeli hibák még vannak. Elkövetünk hibákat a játék szituációkban, de ne felejtsük, hogy 2 hónapja dolgozunk együtt, ebből is a légiósok kicsit később érkeztek, úgyhogy talán csak pár hete dolgozhatunk teljes létszámmal. Meg azt tudni kell, hogy a kosárlabda egy olyan sportág, ahol egy új csapatot felépíteni nem 1 hét vagy 1 hónap, hanem akár fél év is lehet. Egyébként a jövőre nézve, hogyha majdnem kosárlabdázol, mert biztos, hogy eljön ez az idő, és akkor addigra mit tervezel? Gondolkoztál-e már ezen? Hát természetesen gondolkoztam, ugye most már 34. évemet taposom, mindenképpen elgondolkoztam rajta. Egyelőre nem tudom, mivel fogok foglalkozni. Lehet, hogy a kosárlabda mellett maradok, lehet, hogy nem. Ez majd az aktuális pillanatban fog kiderülni. Egyelőre még próbálok a kosárlabdára koncentrálni, most még ugye ez a fő tevékenység, és én úgy gondolom, ezt a sportágat nem is lehet úgy csinálni, hogy az ember mellette 15-20 másik dologgal foglalkozik egyszerre. Látsz-e magad körül a fiatalabb korosztályból olyanokat, akik olyan tehetséggel rendelkeznek, amivel még talán vihetik valamire? Én úgy gondolom, hogy mint minden korosztályban, a mostaniban is, akik, ugye, főleg akik ide kerültek Paksra, tehetségük megvan. A kérdés az, hogy lesz-e lehetőségük arra, hogy azt a rutint, amit mi megszereztünk annól az NB2 vagy az NB1B-s játékunkkal, hogy nekik az lesz-e lehetőség. Sajnos Magyarországon van egy ilyen, az én számomra tévhit, az, hogy egy fiatal játékos, nekik még a 24-25 éves játékos fiatal. Szerintem nem az. Én úgy gondolom, hogy posztok szerint maximum 18-22 éves korig fiatal egy játékos, 23. Aki addig nem tud oda kerülni, annak már később nagyon nehéz lesz. Ezt csak úgy mondom, Magyarországon mondják azt, hogy 25 éves játékos fiatal. Szerintem Európában sehol máshol nem. Szülővárosodban szoktál-e visszatérni Dombóvára? Természetesen, hát a gyökereket nem felejti az ember. Próbálok többször hazautazni, ugye a családom itt van, de amikor csak tehetem, teszem fel olyan kosárlabda esemény van, vagy barátaim meghívnak, hogyha van nekik ilyen kosárlabda tábor, akkor mindenképpen elmegyek. De én már itt élek Pakson. Külföldet tervezel-e még esetleg, van-e ilyen a terveid között? Vagy ha esetleg lenne rá lehetőséged, mennél-e még külföldre? Nem tervezek. Én azt mondtam viccesen a menedzseremnek még pár év ezelőtt, hogy ha én hazajövök, alájövök Magyarországon, széttépem az útlevelemet. Én nem akarok külföldre menni. Nem, én abban a pillanatban eldöntöttem, hogy hazaigazolok, én onnantól kezdve nem gondolkozom a külföldi szerződés lehetőségében. Azt hiszem, hogy az időnk végéhez értünk, amit én személy szerint nagyon a nézők meg biztos, hogy még inkább sajnálnak. Nagyon szépen köszönöm, hogy vendégül láttál bennünket, és hát remélem, hogy jöhetünk még máskor is. Remélem, köszönöm szépen.